Bhagavani Om Namah Shivaya. Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a Sivánanda Jóga Központban, és nagyon köszönöm Omkárövel és András megtisztelő meghívását közösségünk tagjai és részemre. Az első hozzászóló, előadást tartó Csongan Sunim a Zen templom vezető apátja, Úgyhogy megkérem, mint vendéget, hogy a bevezető előadást tartsa meg ő. Köszönöm. Nagyon sokan nyugaton azt gondolják, hogy keletről így valamit levettünk a polcról, elhoztuk ide nyugatra, és azt majd a magunk szolgálatába állítjuk, hogy szebbek, jobbak, sikeresebbek, egészségesebbek legyünk, és ettől nekünk jobb lesz. És hogyha ezt pusztán a magunk hasznára szeretnénk fordítani, akkor abból a hagyományból, amely a felébredést tanítja, egy elképesztő veszélyes fegyvert kovácsolunk, amely a saját egoitásunkat fogja a kritikus köszöbb fölé emelni, amíg az fel nem robban, vagy össze nem omlik. A hagyományt a maga teljességében átültetni úgy, hogy a kulturális Héjazattól megszabadítom, átteszem egy másik kultúrába, és ott tényleg az eredeti cél szerint működtetem. Ez több évtizedes, van úgy, hogy több évszázados munka. Kínában és Koreában ez mérhető. Kínában a Tang dinasztia volt az, amely a Zent kb. 350 év alatt úgy gyökeresítette meg, egy komoly előtanulmány után, ahogy annak lennie kellett. Kóreában a Silla dinasztia körülbelül 400-450 éve volt az, amikor a kultúra részévé vált. Miért beszélünk erről? Azért, hogy helyesen értsük, amit csinálunk. Igen, zenesek, először érteni kell. Hogyha nincs meg a helyes megértés, nincs meg a helyes nézőpont. És a helyes nézőpont azért fontos, hogy helyes motivációval csináljuk ezt. A mahajánában, és főleg a zenben ez egy rendkívül egyszerű mondat: ébredj föl és segíts másokon. Miért mondjuk ezt? Abból a felismerésből származik ez a mondás, hogy mások segítése, azaz a megszabadulásuk elősegítése nélkül a saját megszabadulásod nem vitelezhető ki. Miért van ez? Azért, mert nagyon mélyen össze vagyunk kötve, mint emberi lények és itt négyféle karmát különböztetünk meg. Az első az egyéni, amit azt hiszünk, hogy látunk, mert van egy egyéni önállónak tűnő testünk. A másik a páros, amely a legképlékenyebb, legplazmaszerűbb karma, hiszen ott van a teremtés tüze a férfi és a nő között, és a párkapcsolatból úgy bármi lehet. És ott van a család, ahol már gyermekáldás és megtelepedettség van, és ott van a csoport, ahol szerződés, egyezmény, alkotmány, erkölcs és etika van. Tehát ezt a négy karmaosztályt, hogyha nem látjuk helyesen, akkor nem látjuk a teendőnket sem, korábban azt szokták mondani, soha se feledd el a kötelességedet. Miért mondták ezt? Mert hogyha a felelősségünket nem látjuk, akkor a szabadságunkat se fogjuk elérni. Itt nyugaton a szabadságot tesszük mindig előtérbe, meg az egyenlőséget és a testvériséget, és ez több mint 240 éve nem működik úgy, ahogy szeretnénk. Miért? Mert rossz a nézet. Rossz a kiinduló pont. Helytelenül fogjuk fel az egyént, mint pszichofizikumot, a test és lélek működését, és ezért a saját én tudatunkat sem látjuk tisztán, hogy ki vagyok én, illetve mi ez, ami ezt az énséget látja, és működteti. Az en meditációban semmi más nem történik, mint az éned félretétele. Amíg az éned, az igazi önvalód és a valóság az univerzum közé áll, addig mindig a kettősség állapotában vagy. Amikor az énségedet félretetted és az egófaladat lebontottad, ha csak egy pillanatra is megvalósul az egyévállás, akkor a tudatod legalább ennyire letisztul, amíg nem gondolkodik. És rájövünk, hogy az egoitásnak a falát a saját karmánkból építjük, a saját azonosulásunkkal ragasztjuk össze a téglákat, és a saját tehetetlenségünket dörömbölünk rajta, és dühösek vagyunk a világra, mert az nem olyan, mint ahogy mi szeretnénk. Hogyan valósul meg az énség félretétele? Elsősorban hangsúlyozom, hogy az egoitás és a személyiség az két külön dolog, de mégsem. Egy azon entitásnak, a léleknek a helyes, lélegző, kölcsönható, tisztánlátó működése a személyiség, és ugyanennek a léleknek az abszolutisztikus, dualisztikus, ítéletalkotó működése az a fajta egoitás, ami szenvedést szenvedett. A Buddha ezt úgy hívta, hogy avidjá, a nem látás. És mi az, ami bennünk láthat? Csak a szemed? Itt a tudatról van szó, arról a tudatosságról, amelyik látja azt, hogy a szem mit lát. Hallja azt, amit a fül hall. És tudja is, hogy ez megtörténik. Amióta az ember tudatos énséggel rendelkezik, azóta van egy olyan szabadsága és felelőssége egyszerre, hogy ezzel az énséggel azt csinál, amit akar, de az összes következmény rázuhan ennek következtében. Ha a szabadságot és a felelősséget együtt gyakoroljuk, akkor az énségünket megfelelően tudjuk felhasználni. Hogyha nem, akkor az emberből embertelen lesz, ember alatti lesz, emberhez méltatlan lesz. Az előbb beszéltem az énség félretételéről. Tehát az egoitás illúzióját tesszük félre, a hamis önképet tesszük félre, a félrevezető nézeteket tesszük félre, és nem azt a személyiséget, amelyik normálisan tud működni. Tehát amikor az üresség félreértéséről van szó, akkor nagyon sokan nyugaton nihilizmusba estek, és azt hiszik, hogy a te személyiséged meg fog semmisülni a gyakorlat során. Nem. A leválasztódó énség, az abszolutisztikus nézet egoitása ezt semmisül meg, tehát tisztában látsz, tisztában hallasz, tisztában érzel, gondolkodsz és cselekszel. A pszichofizikum szintjén ez úgy működik, hogy van az öt érzékszerv, az indria. Én ide sorolnám még a gondolkodás primér formáját, ha valaki gyereket nevelt, vagy közel került ilyen egy-másfél éveshez, látja, hogy mindent ért, mindent meghallgat, és ki is tudja vitelezni, ha olyat kérsz, ami számára már kivitelezhető, de fogalmi gondolkodás még nincs. Még szótagokat is alig formál, szavakat egyáltalán nem. Tehát van a gondolkodásnak egy olyan változata, ahol van kognitív folyamat, de nincsenek még szavak. Mondatok még sehol. Az még fél év, egy év. Tehát az indriába én belevenném azt a hatodikat, ami a kognitív érzékszer, ami úgy működik, mint a tenyéren a bőr, vagy a szemen a retina, vagy a fülben a dobhártya. Tehát érzi a gondolatok rezdülését, a valóságra való referenciáját, kapcsolatát, de még szavai nincsenek. A következő az a vizsnána, amikor már szavak keletkeznek, mert létrehozzuk a neveket és a formákat, akkor a gyerek kimondja azt, hogy ez bot. Addig játszott vele. Ha azt mondtam, hogy légy szíves, tedd vissza a botot az asztalra, megcsinálta, de nem tudta kimondani, hogy bot. Amikor az indria találkozik a vizsgánával, mert kifejlődött az önálló kognitív gondolkodás, akkor a náma rúpa, a név és a forma létrejön. Amit nem tud az emberiség nagy része, hogy ezt mi hozzuk létre a saját elménkkel. Azt hisszük, hogy ez a bot, ez attól bot, hogy ő ekkora, hogy ilyen színe van, és hogy ezt botnak hívjuk, mert ő ez. Ennek ez a neve, de mitől? Mert azt adtuk neki magyarul. Hogyha angolul tennénk, akkor azt mondjuk, it's a stick. Oké? Okay. Eredetileg ennek a botnak nincs neve, nem tudja, hogy hosszú vagy rövid, nem tudja, hogy fából van, nem tudja, hogy kétféle barna árnyalat játszik rajta. Ezt mi tudjuk, de a létrehozottságát azt nem látjuk. A következőben, a fölsőben, a manaszban látjuk ennek a létrehozottságát, mert az elmének a kompjútere. Ez az, amikor leütött, hogy enter, és a manasz megcsinálja. Ki akarod gondolni? Ki gondolja? Elemezni? megcsinálja. Testnek kiadja a parancsot, tett föl a botot az asztalra, fölteszi. Tehát a manasz a végrehajtó. Duális, igen vagy nem, nulla vagy egy. Mi irányítja a manaszt? A manaszt az aham irányítja, az én tudat irányítja. Hogy az univerzum működtetőjét ómkárának hívjuk, az én létrehozóját ahamkárának hívjuk. A, a, a mi tudatosságunkban, mint ember, létrejön az énség, mert az aham kára létrehozza az ahamot, az elkülönült én képzetét. És ez az aham tele van tévedéssel. Az, hogy a túlélő, megtartó és teremtő ösztöneink mit kódolnak belénk több életen keresztül, az elmondhatatlan. Az Aham mindezeket az azonosulásokat használja, hogy kimondja, hogy én vagyok. Gondolkodom tehát vagyok. Megtehetem ezt tehát vagyok. Ehetem tehát vagyok. Az Ahamban van a teljes énkészlet, és ekkor a természetes önközpontúság megvalósul. Ez mindegyikünkben benne van. Amikor az énre nem kérdezel rá, az Aham fixnek tűnik akkor mondod azt, hogy a szüleim miatt vagyok ilyen. Hogy ilyennél kondicionált a társadalom. Még nem látod az azonosulás rétegeket benne. Még nem látod azt, hogy ez az énség miből van összerakva. Amikor Sákyamuni Butha elérte a felébredést, és az anátman vagy anattá tanát elkezdte tanítani, abban a központi elem az, hogy nincs egy személyes följebb valónk, van egy univerzális lényeg, amit érdemes lenne elérnünk, amiben az énségünk föloldódhat, de nincs egyetlen egy személy, akitől mi itt lent függenénk. Tehát egy nagyobbik verziója az egoitásunknak. Az nincs. Indirekt bizonyíték, még élünk. Ha lenne fölül egy hasonló, mint mi, mi már itt nem És a személyes énség sem fix. Tehát az a legnagyobb, tanítás, hogy a te énséged mindegyik elemet teremtett, cserélhető, megtartható és pusztítható. Te döntöd el. Na most mi az, ami benned ezt eldönti? Ezt az ént látó dönti el. Ami az ént látja benned, az nem én. Nem ember és nem embertelen. Nem személy és nem személytelen. Ez a vigya, a látás maga, amely benned kimondja azt, hogy én, és ezáltal az ahamot, az elkülönült énképet megteremti. Ezért szenvedünk és szenvedtetünk, mert azt hisszük, hogy az énség szintjén mi különbözünk. Hogy ellentétben állunk, hogy te vagy én, ti vagy mi. Ha megnézed, a világ ezzel van tele. És semmi más dolgunk nincs, mint az ahamot félretenni, és megnézni azt, hogy mi az, ami bennünk lát. Bennünk látni csak az egységtudat, az éntelen, tiszta tükörtudat tud. Amikor ennek az élménye elkezd hozzánk ugye beszüremleni a gyakorlatunk által és a tanítás által, azt szoktuk hívni Buthinak. A buddhi az önvaló nagykövete bennünk, de csak annyiban működik, amennyiben a tapasztalásunk ezt megengedi ha a tudásunkat szeretnénk ennek a helyére betenni, akkor az ahamot összetévesztjük a buddhival. Ekkor van dogmatika a hitrendszerben. Mert akkor csak az intellektus működik, és nincs olyan tapasztalás, ami a gondolkodást vagy a fix egoításnak a szintjét meghaladná. Ezért van szükség a nem gondolkodó, nem fogalmi, nem keletkező és nem megszűnő tapasztalatára. Ezért gyakorlunk. És hogyha ez megvan, akkor a Buddhi, mint látó, közvetlenül az Aham nélkül tudja működtetni a manaszt. Tehát félreteszed a torzító önképet, amely a dualitásoknak a gyűjteménye, tisztán látod az ok- és okozat működését, hogy az a manaszban mit csinál, múlt-jelenjövő én és más szintjén, a karma négy osztályában, amit említettem, és kiveszed az önképedet a folyamatból. Ez a csak tenni, ez a just do it állapota. Tisztán látva, énség önkép nélkül, de egy eredeti, világosan működő személyiséggel. Miért van erre szükség így? Azért, mert amit az előbb az aham problémájának, a sok-sok hamis azonosulásnak említettem, az bennünk a tudattalanunkban el van tárolva. Az egyéni tudattalatunkban, a párkapcsolati tudattalanunkban, amikor intim kapcsolatban vagy valakivel, ezek a tudattalan tartalmak nagyon komolyan gazdát cserélnek. Érzed, hogy a párod érzelmeit éled, vagy ő a te gondolataidat gondolja. Közösen mondjátok ki a szavakat, úgyhogy nem volt előre megbeszélve. Ez amikor a tudattalanok már olyan szinten kapcsolódnak, hogy alig van határ, alig van választóvonal. Csoport is tud így működni, de ezt csak csoportos elvonulásokon láttam, ahol nincs testi érintés, csak tudati szinten kapcsolódunk, és leomlanak a falak, és egy teljes szellemi közösség rajzolódik így ki. Miért fontos azt kimondani, hogy az összes hamis azonosulása tudattalamban van? Mert tudatosan senki nem rossz ember. Tudatosan senki nem akar szenvedést okozni. Nézd körül, mindenki azt mondja, hogy én jó ember vagyok én boldogságot szeretnék, én szeretetet adok, és mégis a világ így néz ki. Miért van ez? Mert az önképet nem vettük ki a folyamatból. Az egoitás hamis illúzióját nem vettük ki a képből. Az ítéletalkotást nem szüntettük meg, csak ugye a megkülönböztetésre lenne szükség, de ítéletalkotásra nem. Az összes ilyen információ, ami a korábbi inkarnációink, vagy a korábbi életszakaszaink azonosulásai, amelyeket látszólag elfelejtettünk, az a tudattalamban van, ezt úgy hívják, hogy álaja vizsnána. Az álaja vizsnána táplálja az ahamot, az táplálja az önképet. És a buddhi látja, hogy ez történik, és megtisztítja a tudattalan tartalmat az aham polaritásától, a jó és a rossz dualitásától. És amikor ez a tisztulás bekövetkezik, akkor az én kép meg tud szűnni. És kiderül, hogy nem te meg, hanem a hamis önképed. A buddhi tehát az az önvaló nagykövete, és annyiban tapasztalhatod ezt, amennyiben gyakorolsz. A buddhiban van az igazi hitrendszer, aminek nincsen szövegszerű vagy dogmatikus alapja, csak tapasztalati alapja van. Nem kell hozzá írásokra támaszkodni, bár az írások segítenek artikulálni. Ebből következik az az értékrend, ahol nem te vagy az első. Ahol ki van egyenlítve az, hogy helyzet, kapcsolat, működés függvényében most ki a fontos. Ha te vagy a fontos, nem magadért vagy fontos. A hogyan segíthetek, ez az, amit az önkép meg tud tanulni, hogy ez a helyes hozzáállás ahhoz, hogy a szenvedést megszüntessük. És az értékrend itt már nem önközpontú. És így a manasz megfelelő életrendet valósít meg. Nézd meg ezt a hármat. Hogyha benned nincs rend belül, akkor körülötted kívül sincs rend. Sem a kapcsolataidban, sem a helyzetedben, sem a lakásodban, sem a kutyaholban, sehol nincs rend. Miért? Mert az értékrend nincs a helyén. És hogyha az értékrend nincs a helyén, akkor a hitrendszer sincs a helyén. Végezetül nagyon sokan szeretnék uh, itt nyugaton uh, olyasféle gyógyításra, terápiára és uh, különböző pszichológiai módszerek helyén használni a hagyományt, amelyre eredetileg azt nem konfigurálták. Nem az volt a cél az enkolostorokban, hogy uh, terápiás gyakorlatot folytassanak. Viszont nagyon hasonló, tapasztalások voltak, mivel az énséggel, a személyiséggel foglalkoztak, csak meghaladó üzemmódban, és nem pedig puszta diagnosztikai üzemmódban. Nem az volt a legfontosabb, hogy most éppen mi a bajod, hanem az, hogy hogyan szabadulhatsz meg tőle. Nem helyettesítheti a feltáró módszereket, a nyugatiakat, de nagyon szépen ki tudja egészíteni ahhoz, hogy a tiszta tükör tudatban az azonosulás megszűnjön a karmáddal. Miért? semmilyen terápiás módszer nem lehet addig sikeres, amíg te azonosulsz a betegséggel, vagy a korral, vagy a komplexussal, vagy a sémákkal. Tehát újra tudja rendezni a nyugati terápiás módszer szinte mind, ami a lelkedben van. De te mindaddig újra fogod termelni a szenvedést és a traumát, amíg azonosulsz annak a gyökérokával. Ebben jó a kelet, hogy ezt kiveszi. Úgyhogy mit akarsz magadból kitisztítani? Mennyiben akarsz megváltozni? Csak akkor tudsz erre helyes választ adni, hogyha fix önkép illúzióját elengeded. Olyan időket élünk, hogy amit nem tisztítasz, az pusztul. És ami pusztít, az valahol elfelejtett letisztulni. Figyeljünk erre. Köszönöm. Köszönjük szépen a bevezető előadást mi paralel sétálunk egymással közel 2500 évvel, hiszen Buddha úrunk körülbelül ahogy tudjuk közel 2,500 évvel ezelőtt élt itt a Földön tanított. A jóga világa pedig körülbelül 2400 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, de azért fogalmazódott meg 2400 évvel ezelőtt, mert nagyon sok ember képtelen volt az egyre fókuszált tudattal létezni, hiszen a tudata alapvetően duális. Minnyájunknak duális a tudata, ellentétpárokban gondolkodunk, ellentét éljük az életünket, és ezek mindig relatív dolgok. Amikor azt mondom, hogy meleg, akkor az, ez nagyon meleg, nem is bírom tartani, mert annyira forró de viszont 1500 fokos vashoz képest ez hideg. Az egész életünk teli van relatív ellentét párokkal, és mi így tudunk működni. Nagyon kevesen értik meg a védák mély tudását. Azért, mert tényleg magas intellektuális képességeket kínál, viszont önfejlődni sokkal többen szeretnének. Hiszen a védaszó, az tudást jelent, nem sebességmérő rendszert, bár sokan fizetnek oda is. A tudást jelent, de véletlenül se a tárgyi ismeretet. A védaszó egyetlen tudást jelent, önmagad ismeretét, azaz annak az ismeretét magadban, ami nem változik. Addig kell kotorni magadban befelé, amíg el nem jutsz odáig, hogy elérjed azt az alapréteget, ami nem változik. Semmi újat nem mondtam, évezredek óta nagyon sokan megtalálták ezt az alapréteget. Itt fönt is látok egyet Svámi Sivanandát, de mondhatnám akár Buthaurunkat, Patanjálit. Mivel ez az Advaita, vagy kettősség nélküli filozófia, mint mondtam, nagyon sokak számára nem járható, ezért a 2400 évvel ezelőtt élt bölcs Patanjali egy dualista módszert választott, és ez a dualista módszer nem mondhat ellent a védáknak, és csak látszólag dualista, és felépített egy 195 tömör szutrából vagy aforizmából álló rendszert, ami minden joga útnak a magja és veleje ezen az úton ugyanúgy, ugyanazzal a szereppel bír a tudat, ahogy az előbb Sunim mestertől hallottuk, nem nagyon tudunk mit kezdeni a tudat természetünkkel, mert benne létezünk az avidjába, a tudatlanságban maga a végigjárandó útnak a legnagyobb hátránya, mert tegnap ezen filozófáltam, és este föl is tettem egy posztot, hogy vajon kinek volt könnyebb. Ma kiteljesedni, tiszta tudatot elérni, vagy 2500 évvel ezelőtt. És nagyon ilyetten azt mondtam, hogy korábban könnyebb volt. És miért? Azért, mert olyan mennyiségű elmeváltozás, olyan mennyiségű adathalmaz jön az elménkre, amit nem bírunk megfelelően kezelni, ahogy hallottuk szunai mestertől, inkább rettegünk a csendtől. Tavaly is csináltunk egy csentábort, második napon hazamenekült két ember. Azt mondta, megőrül a csendtől. Holott pontosan ezt szeretnénk elérni, a csendet, hiszen maga a jogának a definíciója, a jogás citta, vritti nirodaha, pont azt jelenti, hogy minden létező elmeváltozást kikapcsolunk, és a teljes homogén csendben vagyunk, abban a csendben, ahol semmiféle változás nincs, ekkor értünk haza magunkhoz. Fájdalmas ez a csend? Abszolút nem. Hiszen ebben a csendben haladta meg az elme és anyag birodalmát a tudatod. Ha belenézzünk, képzeljük el, hogy ebbe mondjuk azt, hogy ez a tudat, jó? Mondjuk. Tegyünk egy kis tudatot ebbe a testnevű csészébe, és iszom is egy kicsit a tudatból. És aztán, jaj, mi lett itt? Úgy tűnik, hogy egy kis tudat még itt maradt. A csésze, ahogy Norbuláma mondta, már nem csésze. Itt teszünk egy kicsit a ronyba is, majd egy kis tudatot kiengedünk innen is. Tehát úgy tűnik, hogy a testünk megszűnésével, vagy meghaladásával a teja továbbra is megmaradt. Tehát mindenképpen érdemes megérteni a saját tudattermészetünket, hiszen az ide beöntött, az ide beöntött teja ez építette föl a csészét. És ez a csésze az, amit itt fogsz magadon, és amikor széttört a csésze, a tudatod megmarad. És nem csak megmarad, egy darabig akadályozó, mert jön a következő életed, köszönöm szépen, jön a következő életed, és mivel a szoftver megmarad még, az elméd építi a következő csészédet föl. És amíg nem érted meg, hogy ez, azaz ez, ami nem sokára el fog ugyanúgy törni, mint ez a csésze, ezt a tiszta tudatból létrejött elme építette föl. Amíg az elmét nem sikerül felszámolnom, addig újabb és újabb csészéket fog építeni. Ez a csésze pedig fájdalmas. A fájdalmának az okai elsősorban az, hogy avidjában élünk, nem tudásban. Nem tudás alatt azt értjük, hogy összekeverjük az örökkévalót a múlandóval. Újra és újra azt a testünket kezdjük el babusgatni, és azzal próbálunk boldogok lenni, abba tömjük a gyógyszereinket és a kajánkat, miközben nem ott betegszünk meg, ahol megjelenik a betegség tünete. Az test nem tud megbetegedni, senkinek nem tud megbetegedni a teste. Az elme tud megbetegedni a hibái révén. A test mit csinál? Kifejezi, az elme hibáit, és segítséget ad neked ahhoz, hogy ezeket kiavítsad. Nem kis feladat áll előttünk, mert amíg van bögrénk, és nem akarjuk megérteni, hogy minden, ami ebbe a bögrénnek a falába, meg minden részében van, ez tulajdonképpen soha nem volt a miénk ezt mi mind leasingeltük. Répából, almából, krumpliból és a többi dolgokból. És sajnos... Jaj! Sajnos darabokra hullik, az urnába minden nem fog beférni, és mit siratunk? Mit siratunk? Azt, ami soha nem volt a miénk? ami soha nem voltunk, saját magunk. Nem akarjuk ezt megérteni. Életek ezreink keresztül nem értjük meg, és miközben, ha meg is értjük, felébredünk, ahogy Butha úrunk fölébredt, nem vagyunk kész a gyakorlás során felnőni ahhoz, amit megértettünk, Úgyhogy ezért vagyunk itt újra és újra, és rakjuk össze a kis bögrénket. Mi bajunk van ezzel a nyomorult bögrével? Hát, ha összeraknám megint a bögrét, most a következő poharat készülök széttörni. Ez egy drága workshop lesz. Mi probléma van itt? Hát az a probléma ezzel a bögrével, hogy ez véges. És azért van minnyájunkban ott az abhinivésa, a haláltól való félelem, mert tudjuk belülről a zsigereinkből, hogy mi halhatatlanok vagyunk. És ezért nem tudjuk elfogadni ezt. A másik tulajdonságunk az, amit elveszítünk, hogy rabságba vagyunk. Gondolj bele, ez a tér, ami itt van benn, ez szeretne szabad lenni. De nem tudsz szabad lenni, mert az ego bentartja a bögrébe. Tehát a bögrét szét kell megint törni. Látom, már féltek. Nem fogom ezt a másik csészét széttörni, mert akkor nem tudok miből teját inni. Tehát... Úgy tűnik, hogy ez a tér itt bent szeretne szabad lenni, mert ez a tér azonos a külső térrel. Ha lebomlik az ego, akkor ő és ő, aki itt vannak kint, aki kint van, az végtelen, az ego meg bezárta ide ezt a kicsit, végre kiszabadul. És mi, mi történik? Átéled a saját halhatatlanságodat, átéled azt a végtelen megkönnyebbülést, hogy amikor haldokolsz, és az utolsó gondolataid ébrednek föl benned, akkor azt mondod, hogy semmi gond. Kivezetem az életerőt a fejem tetején, és kilépek a születések és halálok körforgásából. Szerintetek ezt mindenki meg tudja csinálni? Ki az, aki azt hiszi, hogy igen? Húha! Te. Akkor egyelőre 45-1-re az arány. Ez a fő problémánk, hogy az halálunkban, amikor az utolsó gondolatunk ébred föl, már rég nem tudjuk kezelni az eseményeket, hiszen hirtelen eszünkbe jut, mi lesz holnap, ki fog a csészénkből inni, ebből már senki, ki fog a szekrényünkbe pakolni, stb. Egy csomó dolog felszakad az emberből, és csak az a hihetetlen, fókuszált és komoly akaraterővel rendelkező ember tudja fölfókuszálni ide a tekintetét, az ommandrát kiejteni és kivezetni a fején az életerőt, a fejtetőn, aki készült erre. Néha életeken keresztül készült. Mi a csészével még van egy pár problémám, és utána be is, szab be is fejezem. Minnyájan, akik itt vagyunk, szeretnénk boldogok lenni. Unjuk már azt, hogy minden kis érzéki boldogsághoz két vödör szenvedés jár, és szeretnénk tényleg boldogok lenni, de 8 milliárdan ott keressük a boldogságot, ahol egyáltalán nincs. Tartós boldogság, odakin. Viszont ha megvizsgáljuk azt, hogy honnan ébred a boldogság, akkor pontosan tudjuk, hogy ez a velünk született valódi természetünk. És ha ezt a valódi természetünket akarjuk visszakapni, akkor jivan muktává válunk, fizikai testben megvilágosodott jogivá, vagy Buthává, aki, ahogy a Buthaurunk tette 35 éves korában, a bódifa alatt kiteljesedett, és utána még 45 évig kiteljesedett, felébredett tanítóként segítette a világot akkor és segíti ma is ez lenne a törekvésünk, és valahogy a 8 milliárd ember mégse akar sem buddhista lenni, sem igazi jóga gyakorló lenni. Abszolút nem zavarja, hogy a többi 7 milliárd 999 milliónak ugyanúgy nem sikerült, mint az elődeinek. Mégis lázas, lázas próbálkozással, próbálunk jachtokat venni, nyaralókat venni, csupa olyan boldogság okozó dolgokat beszerezni, ami idáig senkinek nem okozott végleges boldogságot, azaz üdvösséget. Szvámi Sivananda azt tanította, hogy a szamádi, azaz a tiszta tudat, ami a mai előadásunknak is a témája, az ott megtapasztalt üdvösség, ha valamihez hasonlítani lehet, képzeld el, hogy mind a nyolc milliárd embernek a boldogságát összeszeded. E ott van nálad. És azt mondja Szvámi, Sivananda, hogy amit megtapasztalsz a Szamádiban, az ennek a százszorosa. Mégis nagyon kevesen keresnek. Mi a mi egyik nagyon komoly ellenségünk, a nagyon komoly ellenségünk a saját racionalitásunk, a saját alázatunk hiánya és a saját fegyelmezetlenségünk, magamat is beleértve. Miben vagyunk fegyelmezetlenek? Azt, abban, hogy van egy út, amit végig kell járni. Ma vizsgáztattuk a 43. jogaoktatói kurzust. 43 egyéves kurzus ment itt ebben a jogaközpontban idáig. Nézem és számolom a megvilágosodott jogikat. Szabadnaposak. Nincsenek. Mert megvan, 40 évet töltöttem a repülésbe, és ott illet fegyelmezetnek lenni. Hiszen a 33 fős évfolyamunkból 11-en élünk. Tehát elkopunk szép lassan. Nagyon sokan lezuhantak. Azért, mert a repülés az egy veszélyes üzem meg kell szelidíteni, fegyelmezetten kell működni a technikának, a műszakinak, a rakodónak, még annak is, aki a bombát akarná berakni, meg kell akadályozni, hogy berakja a repülőgébe. Azért, hogy mindenki tudjon dolgozni. A spirituális úton ezerszer fegyelmezettebbnek kell lenni, mint egy pilótának. De maga ez a mai világ olyan, mikor megmondod, hogy figyelj ide, az a következő feladat, hogy fél órát meditáljál holnap reggel 5.30-tól 5.50-ig velem. Homkár, ezt szóval föl nem kellek az Isten érse. Csak nem képzed. De, de, hát Sivánanda azt mondta, jó, hát a Sivánanda mondta, hagyja engem az én életemet élni. Egyszerűen nem értjük meg azt, hogy ahová el akarunk jutni, azt csak úgy tudjuk elérni, ha hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végezzük a gyakorlást, úgy, hogy végig megpróbálunk a jelenben maradni. Ha ez sikerülni fog, akkor minnyáján eljutunk oda, és azért érdemes mindenkinek ezt elmondani, mert egyszer mindenki, aki ebben a teremben van, egyszer ki fog teljesedni. A kérdés csak az, hogy mennyit kell szenvednie érte, mennyit kell, hány életet kell végigkillódnia, amikor újból és újból látja azt, amit aztán talán Bob Dylan fogalmazott így meg, állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. És nekünk is pont erre van szükségünk, csak nekünk nem a világot kell megállítani, hanem az elménket. Azok a csodálatos képességek, amiket a jogaszutrák a harmadik fejezetben leírnak, azok mind és mind és mind ott vannak benned, mint potenciális, felnyitandó és megélendő lehetőség. Az, hogy az intelligenciád és a képességeid így nyíljanak ki egészen addig, amíg viszintes nem lesz a kezem. Abban a pillanatban érted el a végtelent, abban a pillanatban haladtad meg a világot. Az anyagvilágot. Maga, ha az ember egyszer megérti azt, hogy az egész anyagvilágnak az elsődleges feladata az, hogy tanítson bennünket. Egészen addig kell tanítania neki, amíg meg nem érted, hogy amíg az anyagvilágtól várod a szabadságodat, a boldogságodat és a tudásodat, tév úton jársz. Lehet neked PhD-d, lehet neked akadémia elnöki címed, lehetsz valamelyik országnak az elnöke gőzöd nem lesz arról, hogy mi az emberi lét Az emberi lét célja, amióta ember van, mindig az, hogy egy szép napon kidugd a fejed az anyagbirodalomnak a szorításából, túllépjél a tér és az idő korlátain, szabadulj meg a halálfélelemtől, válj tudóvá, hiszen önmagadat megismerted, és légy abszolút boldog. Nagyon szépen köszönöm. Egy szívet melengető hallgatni a, a meditációról szóló tanítást Omkárától. Most következenek kérdések. Üdvözlőleg titeket, Csonga ha szólna elsődlegesen a kérdésem. Körülbelül másfél-két éve gyakorlok zent, és fizikai tünetei vannak a tisztulási folyamatnak, amin keresztül megyek. Nehéz légzéstől kezdve gerincsérben át, ugye elég fiatal vagyok, tehát meglepően sok betegség ütötte fel a fejét, azelőtt gyakorlatilag semmi nem kotyant meg, és nem kiméltem magam pedig előtte, és az lenne a kérdésem, hogy mit javasolsz, milyen gyakorlást, amivel ezt enyhíteni tudnám, mert például ahol az ülés is nehéz zemre akkor ugye a lég, tehát ugye gerincsér, légzés, pont azok a dolgok, bocsánat, tehát pont azok a dolgok, Amik ugye a meditációhoz általában kellenek, hogy egészségesek legyenek. Uh -uh. Itt Fájt a hiba. Ez. Tehát a meditáció az bizony, tudatosítja benned, hogy, hogy jön a kalapács. És hogyha te, mint te, azonosulsz a csészével, akkor a csészével együtt törsz. A meditáció nem azt jelenti, hogy te egészséges vagy, vagy még egészségesebb leszel. Ázsiában ez úgy megy, hogy a szerzeteseknél bele van véve az aszketikus praxisba, hogy ezt a test egy idő után nem fogja bírni, és egy elképesztő nagy reverenciával fizetik a kórházi számláit a szerzetesnek. Nem mindegyik jár így, tehát ez nem egy egyenes út a kezeléshez. Van, aki olyan energiaszintet ér el, és olyan tudatosságot, hogy a tudattalanyából ki tudja söpörni, ki tudja égetni, el tudja lobbantani azokat a karmákat, amelyek megbetegítik. De azt, hogy az, ahogy ezt a bevezetőben hangsúlyoztam, ez egy mellékhatása a gyakorlatnak, nem pedig fő célja. Esetetben leboruló és mantra gyakorlatot javaslok. A nagy együttérzés Dáránit kéne naponta kb. 108-szor elmondani, és felküzdeni a testtel kb. a 4x108 leborulásig, és ezt minimálisan 100 napig és akkor látsz valami pozitívabb változást. Miért? Mellettünk ül egy fantasztikus pilóta. Régebben repülőgépeket vezetett, most tudatokat vezet. És mindenki tudja, hogyha a repülőgép nem éri el azt a felszálló sebességet, hogy a fizika törvényeit igénybe véve a törzs el tudjon szakadni a kifutópályától, akkor az a gép a földön marad. Ezt a sebességet el kell érni. A tudatosságban van egy olyan intenzitás, hogy ha eléred a lélek öntisztulásának a küszöbét, mert annyi energiát halmoztál fel a gyakorlatban, akkor ez a folyamat spontán beindul. És ekkor a meditációban a megszabadulás útján jársz, és nem pedig a karmáról, karmáról való döccenés, szenvedés, ezt is elhibáztam, ez is én vagyok, ez se jött be, stb. stb. Tehát nagyon nem mindegy, hogyha a pilótát nézed, hogy a repülőgépnek a döcögős betonyán taxizik két órán keresztül, vagy pedig egyszer csak odamerálni a kifutó pályához, megkapja az engedélyt, tövig tolja tógába a gázkart, és megy. És ez az az elkötelezettség vagy eltökéltség, ami nyugatról hiányzik, mert általában a megtudott tan alapján szeretnénk ezt mind megkapni. Hogy én jó tanuló voltam, én ezt tudom. Tehát akkor ez nekem jár, mert itt, a, itt az ötös bizonyítványom buthológiából. És nem következik be, sőt rosszabb, mert tudja, de nem csinálja. Tehát a tenni kell, ezt tenni kell. És hogyha megtudott tenni, lehet, hogy egyéb dolgokra is szükséged van, hogy elérd ezt az energiaszintet, ahol a tudatosság elkezd önkorrekcióba, öntisztító üzemmódba átmenni, de ez egy bizonyos energiaszint alatt nem megy, ezt fogjuk föl. Ezért gyakorlunk keményen, és nem azért, hogy bajnokságot nyerjünk a nirvána pályán. Köszönöm. Még Szívesen. egy kicsit könnyedebb kérdésem lenne, hogyha lehet. A... kiadt egy butha beszédei fordítás most pár hónapja, talán a Manikája, amit én olvasok rendszeresen, és tudom, hogy a az ugye nem, támadás, nem, támaszkodás az írásokra. És, nem satad. azt jelenti, hogy nem ismeri, az sem jelenti, hogy nem tiszteli, azt jelenti, hogy nem támaszkodik rá. Na igen, ezért kérdezném, hogy mi a véleményedről, gondolom, hogy hallottál róla, vagy csak mégiscsak ezért. Hát ott van az angol változat a pócon több Értelmesnek éve. tartod, vagy hasznosnak a forgatása? Jelenlegi állapotban számodra nem tartom hasznosnak, mert a gondolkodás energiát veszít most benned. Értem. A tan nagyon fontos, a szövegolvasás nagyon hasznos, ebben az állapotodban nem. Tessék a nem mozduló, nem gondolkodó energiát növelni, nem pedig szétosztani kognitív zsebecskékbe. Oké? Okay? Ja, jó, hogy megkérdeztem. Köszönöm. Szívesen. Ott. Én, én úgy látom, ö, mióta gyakorlok rendszeresen, hogy nem vagyok elég alázatos sem a hétköznapi életemben, sem a párkapcsolatomban, sem a gyakorlatban. És arra szeretnék tanácsot kérni, hogy ezt hogyan fejleszem magamban. Sir, Hát ezt úgy hívják, hogy karma joga. Meg kell látni az abszolútat minden lényben, ami azt jelenti, hogy azt, akit keresel magadban, azt vedd észre a párodban is, és azért nehéz, amiről beszélsz, mert ha egy szokást elkezdünk, egy új szokást, és megcsinálod 30-szor, és a párom nem lett jobb ember, abba hagyod. Körülbelül egy szokást ezerszer kell ismételni, hogy a lemezjátszótű tű ne ugorjon át a régi vájadba, Karma jogának azt nevezzük, amikor az emberekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban elmegyek, kimegyek a szunimnak a kertjébe, és úgy kezdek el paradicsomot kapálni, meg öntözgetni, hogy te nem neki teszel szívességet, hanem a saját önfejlesztésedé válik az, és egy köszönömöt se válsz, ha ott van a sóvárgás már, hogy de szuném nem köszönted meg, hát mennyi ideje itt kapálom neked a paradicsomot, és nem vagy hálás nekem. Ak megyek a kertben, nem akkor, akkor ez az alázat igazából nem lett még alázat. Az alázat szanszkritul úgy hangzik, uh, szükség van egy bávára, ez a bávára, ez a hozzáállás és egyáltalán ne szomorkodjál, ha ma este a párod még nem ugrik a nyakadba az első alázatos megnyilvánulásodba, de azt javaslom, hogy ha ezt tartósan végzed, nézd meg, hogy például mi hogy csináljuk ezt. Ma volt 472. Hajnalban tartottuk meg a reggeli meditációt. 472 hajnalban, zsinorva, mindegyikünk karma jogában, fel kell hajnalban bekapcsolódik, együtt vagyunk, és senki nem megy oda a végén a pénztárhoz, hogy figyeljtek, már hány meditációt csináltam, hát dugjatok valami zsozsót a zsebembe, mert hát megérdemelném. Tehát, addig, ameddig ez a fajta báva, ez a fajta attitűd nem jön létre, addig csak ez vastagodik. Vastagodik, és a vas, minél inkább vastagodik az egót fala, annál boldogtalanabb vagy, minél inkább próbálod kütyükkel boldoggá tenni magadat, annál boldogtalanabb vagy, és amikor tegnap este ott meditáltam, hogy hogyan tegyem még föl Sunimnak a workshopját, meg a sajátunkat is. Pont ezt a kérdés volt végig bennem, hogy 2500 éve volt nehezebb, vagy Tibetbe volt nehezebb buddhistának lenni, és rájöttem, hogy sokkal könnyebb volt Tibetben 2500 évvel ezelőtt, akkor nem voltak ott buddhisták, ezt azért elmondom, de egy olyan ingerszegény közegben, amikor csak te tíz ügyű ember vagy, mert alig vannak tárgyaid. És most meg végtelen mennyiségű dolog van, és amikor mondom, hogy te mit szólnál hozzá, ha egy órát adnál magadnak minden nap az önkiteljesedésért a 24-ből. És azt mondja, omkár, annyi feladatom van, hogy nekem nincs egy órám magamra. Ilyenkor az ember csak azt mondja, hogy ki kell üríteni a személyes ládát, mert különben megfulladsz benne, befejezésül próbáld meg ezt a karma jóga nevű dolgot, hogy vállalj a képességeidnek és a lehetőségeidnek megfelelően olyan önzetlen szolgálatot, amely közben a saját tiszta énedet látod meg, ő benne, ő benne és ő benne. Egyetlen kérdést tegyél föl, amikor cselekszel, beszélsz, gondolkodsz és érzelmet formálsz. Ezt akarom? Ez lesz a következménye. Ezt akarom? Mert ezzé válok. Ezért változtatom a környezetemet. Ilyennél változtatom a páromat. És ha ezt nem akarod, akkor mondd ki, ez nem én vagyok. Ezzel nem fogok azonosulni. Ezt nem fogom megtenni. Ezt nem fogom gondolni. Ezt nem fogom érezni és éreztetni, mondani és kimondatni, mert én ezzel nem vagyok hajlandó azonosulni. Pont. Ha látod az irányt, látod a működést, akkor ezt a döntést helyesen hozod meg. Köszönöm. Szívesen. Ön azt mondta, hogy ha az emberiség felett lenne egy személy, akkor mi már nem léteznénk. Ezt miért gondolja így? Azért gondolom így, mert hogyha egy hozzánk hasonló, nagyobb, még intelligensebb és mindenható gondolkodású személyes lény, aki az emberiség tevékenységét látja, azt mondja, hogy ez a projekt csődbe ment. Ezt így nem. Szeretnék egy Körülbelül olyan reszetet, ami a dinoszauruszok 88 millió évvel ezelőtti meteoritos kalandjáról szólt, eh, ahhoz hasonló, és ezt így, tehát ez egy nagyon rossz irány, amiben megyünk, és eh, a tréfás, de nagyon kemény hasonlatot félretéve, biztos, hogy itt eh, a szabad akaratunk és a földi körülmények közötti következmények, ezek a tanítóink. Tehát nagyon sokan mondják, hogy hát nem elég szabad az ember, mert ennyire kötődik a testhez, az érzékszerveihez, a nézeteihez. Szerintem mi túl szabadok vagyunk, nézd meg, mit csinálunk. Tehát az az érdekes, hogy olyan törvényeket nem ismerünk fel, amelyeket már rég tudhatnánk, ha nem lennénk a szándékos nemlátás állapotában. Vagy meg kéne keresnünk azt a szanszkit fogalmat, amikor a dzsiva akarja az avidját. Tehát az az avidjá, ami a tudatosan, akaratlagosan kitermelt nem látás, nehogy felelősséget kelljen vállalni a szabadon elkövetett tetteinkért. Tehát, ha tényleg lenne egy egy vagy több személyes projektmenedzsment a föld fölött, akkor azt mondaná, mondhatná, hogy ez itt egy csődközeli helyzet, és mielőtt teljesen hazavágjuk a környezetet, egymást, az erőforrásainkat, az életvitelünket. Azelőtt valahogy, csak azért, hogy a következő egy kicsit jobb helyzetből induljon, gomb, de nincs ilyen. Tehát fogjuk föl, nem lesz világ A mi világunk fog úgy megváltozni, ahogy nem szeretnénk. Tehát nem lesz élhető ennyire, mint most. Mi kell? Azt kell, hogy mi nyomjuk meg a belső gombunkat, hogy erre az énségre nincs szükség, amelyik ezt a szenvedést teremti. Tehát nekünk kell ezt megcsinálni, ezt hívom kozmikus magánynak. Hogyha tényleg olyan világban élnénk, ahol a transzcendens érdemben befolyásolhatná az érzékszervit, már rég megtették volna. De értsük meg, amennyire létező a transzcendens szféra, annyira van szabad akaratunk és determináltságunk egyben itt a Földön. Tehát az ok és okozat törvénye világos. Tudatunk minőségének függvényében hajtjuk végre a karmáinkat, és tapasztaljuk ennek a következményét. A kozmikus magány onnan is észrevető, hogy úgy látjuk, hogy mi vagyunk az egyetlen intelligens lény a több száz milliárd galaxis, több száz milliárd lakható bolygóján. Hogy van ez? Tehát egyelőre ott tarthatunk, mert idegen nézőpontból nem tudom nézni, a Földet, bár sokszor mondják, hogy olyan vagyok, mint egy Földön kívüli. Tehát nem tudom ezt megcsinálni, mert ember vagyok, de egyet tudok, hogy ha én Földön kívüli lennék, erre a társaságra így nem vagyok kíváncsi. Először tessék, tudatilag, kozmikus értelemben is, földi értelemben is szobatisztának lenni. Mi nem tudjuk feltakarítani a saját atomszemetünket, amik folyamatosan ö, perlekedő tinédzserek módjára tízmilliókat ölünk meg háborúban, amíg a termőföldjeink több millió hektárját lehetetlenítjük el, amíg ilyen önsorsrontást hajt végre ez az emberiség, ki az, aki tényleg kíváncsi lenne ránk? Hát ránk néz valahol a naprendszeren kívülről egy jó kis szkennerel kösz, ezt a társaságot nem visszajövök ezer év múlva, ha túlélték és fejlődtek, majd esetleg egy teára leszállok. Előtte nem tehát mind transzcendens, mind kozmikus értelemben magára hagyott társaság vagyunk az egoitásunk fala mögött. Ha érdekes, hogyha lebontanánk ezeket a határokat, akkor nem lennénk ilyen elképesztően belebilincselve a téridő korlátaiba. Ha a tudatunk megváltozna, esetleg át tudnánk lépni azokat a határokat, amelyeket most látunk. Miért? A korábbiakat sikerült. Tehát a Tolemayoszi világkép, utána a Kopernikuszi, aztán az Einstein, aztán most lehet, hogy már van egy plusz, nem tudjuk. Ezek nagyon más határokat határoztak meg. Ezek a mosternek is relatívak. Ezeket is meg fogjuk haladni. Csak nem mindegy, hogy milyen áron és milyen irányban. És én azt javaslom, hogy inkább az illúzióinkkal fizessünk, és nem pedig az életünkkel. Neked van elképzelésed, hogy van egy ilyen intelligencia, egy ilyen jóisten valahol fölül? Én abban hiszek, hogy inkább egy erő az, ami alkotta az egészet, az uh -huh. univerzumot és ezt. Nag nagyon jó, itt azért akartam ezt megkérdezni tőled, mert nagyon sokan, akik itt vagyunk, a zsidó-keresztény kultúrába szocializálódtunk. És ha egy picit Jézusnak a tanításai mögé nézel, nagyon érdekes dolgokat tanít Jézus, amit én nem nagyon hallottam, legalábbis a templomban nekem nem mondták. Többek között ilyet, hogy az atya és én egyek vagyunk. Azaz egy megtisztult Jézus az egy azzal az atyával, akiről beszél. Ha ezt tovább viszed, akkor ami a mi feladatunk, amit a Sunim mester is az előbb próbált megvilágítani, hogy egy kollektív éberedés tudná menteni az embereket, de úgy vagyunk ebben a pillanatban, mint Doktor Bubó Hugónál, hogy azért nem változtatunk, mert nem fáj még eléggé, illetve miközben látod, hogy ott van a nap, Mégis azok közé az őrültek mögé állsz be, akik egy naptáblával sétálnak, és azt mondják, hogy náluk van a nap. Tehát, ha segíteni akarunk magunkon, és meg akarnánk váltani ezt a világot, a megváltás első lépcsőjét magunkon kellene elkezdeni, és azt hiszed, hogy azt teszed, amit kéne tenned, holott pontosan a saját érdekeid ellen cselekszel. Többször hallom tőled a, a látás általi megszabadulást, és ezt általában a meditáció kapcsán említed, hogyha teljes mértékben kiüresedek, akkor nincs arra lehetőségem, hogy onnan hogy amitől tudnék megszabadulni. Általában később tudatosodik, hogy. A zen praxisában ez a meditáció során lezajlik, vagy pedig van arra lehetőség, hogy jövetmenet az élet forgataga közben ezek a meglátott terheim mondjuk így kiforogjanak. A kérdés komplexitása mutatja, hogy a meditációd az a 90 foktól indult, mint szinte mindegyikünké, aki itt kezdte nyugaton, és még ezt a gondolkodást is hagyd magad mögött. Képzelj el egy rajzlapot, amin egy jancsi szöget átduksz, és ennek a két szárnyát széthajtod amíg az a széthajtás ott van, addig a rajzlapból nem tudod kihúzni a Jancsi szöget. Tehát a mi elménk, az az én élményünk miatt a valóságot állandóan osztályozza. Ez jó nekem, ez rossz nekem. Ez engem támogat, vagy hátráltat. Ezt akarom, vagy nem akarom. És ebből a szempontból az ember a saját teremtő, birtokló és túlélő ösztöncsoportjai miatt elképesztően megjósolható. A látás általi megszabadulás azt jelenti, hogy a jó és a rossz dualitását összehajtod az ilyenségbe. Hogy ez a jelenség éppen ilyen. Ez a bot ez nem rövid, nem hosszú, éppen ilyen. Nem jó, nem rossz, de ha üt, akkor hallod. És mihelyt a jó és a rossz abszolút szemléletét megszünteted, a dualitásokat össze lehet tenni az egység tapasztalatba. És ekkora Jancsi szög kijön a rajzlapból, és az elme nem fog azonosulni a tapasztalásával. Ez a látás általi megszabadulás röviden leírva. De nagyon szépen mondok neked erről egy költeményt, amit Szungszán Zenmester adott, és ez nálunk interjúanyag. Az első vagy második interjún az azonnal jön. Így szó. A megvilágosodás természete a felső birodalmakban vannak a buthák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden dolog teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod azonos vagy különböző? Ha azt mondod, azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, különbözőek, akkor is. Miért? Hát! Kint a madarak, és zúgnak a járművek. hallod a madácsi Világos, hogy a költeményben más volt a vége, de most ezzel kötöm ehhez a pillanathoz. Használd ezt a költeményt ahhoz, hogy a látás általi megszabadulás az az életed minden napos, minden pillanatban jelenlévő tapasztalásával váljon. Hallottam valamilyen dokumentumfilmben, ami buddhizmussal foglalkozott, hogy a nőknek nehezebb a megvilágosodást elérni, és hogy ö, szerintetek ez igaz, vagy nagyon nagy butaság? Please. Többet éltél, mondjad. Svá Svámi Szivánanda az. Végtelenül támogatója volt a női nemnek, és segítette az ő fejlődésüket is. Ha visszagondolunk a régi társadalmakban, sőt, mi több voltak olyan írások, amik úgy kezdődtek, hogy nagyon nehéz emberi kabátba születni, nagyon nehéz férfinek születni, és nagyon nehéz Tanítómester családjában születni, ami azt jelenti, hogy végig ott volt ez a szellemiség, hiszen az ősi társadalom, bocsánat, azokban a társadalmakban, itt gondolok a hindu társadalomban, eh, ahol a jóga született, ott más feladatai voltak egy nőnek, és a képzettsége is más volt. Ezt én megítélni nem tudom, mire eljutottunk a 20. századig addig Szvámi Sivananda egy, egyenlő lehetőségeket biztosított, mint férfinek, nőnek, sőt, mi több, van egy nagyon kedves könyv, amit a Jóga központba hozzá lehet férni. Egy ö, telepatikusan hívott ki Szvámi Sivananda Kanadából egy hölgyet, aki... Ö, hat hónapot töltött el Szvámi Sivananda mellett, és megvilágosodott, Szvámi Ráda néven ismert, tehát ez is bizonyítéka annak, hogy ez a nézőpont most a 20.-21. Száz századi állapotok szerint már megváltozott. Köszönöm. Minden lénynek ugyanaz a buddha természete van. Az összes többi illúzia úgy, ahogy van. Gyakorolj és kész. Semmi több. Köszönöm. Szívesen. Én egy kis megerősítést szeretnék abba, hogy miért is akarunk megvilágosulni. Van a tanításokban olyan, hogy mi történik azokkal, akik nem törekszenek erre. Én eredetileg csak boldog akartam lenni, de itt már sokszor többet hallok erről. És fél úton, nem tudom, mi fog tovább vinni. A jogas utráknak második fejezete írja le. amitről ma már beszéltem, hogy az ember egy ideig megtapasztalásokat kap a világtól és a megtapasztalásai vezetik a negyedik életcélhoz. Nagyon tömören az első életcél az, hogy az ember megtanuljon a természet és a társadalom törvényei szerint élni. Ezt úgy hívják, hogy darma. A második életcél megtanulni, megkeresni azt a pénzt, azokat az anyagi javakat, amivel gondoskodni tudsz magadról és a környezetedben lévő emberekről, akik alá tartoznak gyerekeid, vagy esetleg a kedvesed. Ezt úgy hívják, hogy ártha. Nagyon nehéz az árthában megállni, hiszen aki rájön, hogy hogy kell pénzt csinálni, az lehet, hogy az egész életébe beragad a második lépcsőbe. A harmadikat minnyáján ismerjük a Káma-szutrából. A Káma, azaz elkezded megtapasztalni az érzéki élvezeteket. És az érzéki élvezeteknek akkor lesz csak vége, amikor ráébredsz, hogy a negyedik francia krémes nem olyan, mint az első, a hatodik fél deci nem ugyanazt eredményezi, mint az első pálinkából, és ráébredsz arra, hogy az érzéki élvezetek végesek. Tehát igazából, amit mondtál, hogy szeretné boldog lenni, ez engem legalább ennyire foglalkoztatott, és állandóan kerestem a környezetembe a boldog embereket. És aztán rájöttem, hogy ez a tudatos keresés, ez kudarc volt. Egyetlen igazán boldog embert nem láttam, mert mindegyik megpróbált valahol az érzéki világban boldogságot nyerni, és amikor már. Totálisan unod életeken keresztül, hogy megint megöregszem, elszedik azt a reng, már nem tudok kimenni pecázni, már nem tudok utazni, már nem tudok a kedvenc hobbimnak eleget tenni, már nem tudok a lányoknál eleget tenni, már nem tudok a kedvenc ételeimből enni, már hiába iszom a piát, csak rosszul leszek tőle. Rájössz arra, hogy mire meghalsz, mire haldokolni kezdesz, az összes addigi boldogságodat kicsavarták a kezedből. Amikor ezt már sokat szor éled meg, a zsigereidből ébred föl természetes módon, természetes módon az, hogy unod ezt már, és szeretné valami többet. Ha most még azt érzed, hogy neked még sok minden földi élvezet kell, engedd meg magadnak azt, hogy megkapjad a csömört, mert különben egy kikényszerített butha leszel, ami soha nem történik meg senkivel, hogy kikényszerített buthaként világosodjon meg. Éppen, éppen ezért azt javaslom, hogy ha szépen hagyod magadnak ezeket a csömöröket megtapasztalni, akkor te leszel butha leghűségesebb követője. Így lehet csak eljutni odáig, amit a szutrák is írnak lefelé, hogy még vannak olyan jogik, akik a hétlépcsős szamádiból csak a ötödik vagy hatodik lépcsőt teljesítették, és a következő életükben tudják csak föltenni a pontot az íre, ezeket vidéháknak, vagy prakritilájának hívják, és ezek a jogik olyanok, hogy azt látod, hogy már három-öt éves korában így ül és tud meditálni, mert minden, amit a spirituális úton ezen az életen elértél, az az indulókő a következőre. És ez egy nagyon jó hír. Annyit ehhez hogyha te nem akarnád elérni a megvilágosodást, ami szíved joga, hiddelem könnyű, a törekvés, az, hogy az elérés mi, az majd kiderül. De akkor megvalósítod a minimális fejlődést maximális szenvedéssel. Akik nem törekszenek a meghaladó bölcsesség valamilyen úton történő elérésére, azok csak akkor változnak, amikor az univerzum pofon csapja őket. Tehát a válságok sebességével, a külső vagy belső körülmények kényszerítő ereje által változtatnak bármit az énjükön, és itt emlékeztetnék a karma négy osztályára, és általában az intim kapcsolataink azok, amelyek ezt nagyon-nagyon keményen az arcunk elé rakják, és Általában ezek szoktak sérülni a legjobban, hogyha ragaszkodunk a saját énes önző Hogyha azt választod, hogy kevesebb szenvedéssel több fejlődés legyen, akkor bár az első fél deciből tanulni kell, nem lehet a hatodikat megvárni. Mihelyt a pofon szele közel ér hozzád, már tanulni kell, és nem kell a pofont megvárni, majd jobban kell látni az ok és okozat működését kívül és belül. Ez a látás az, amiről beszélünk. És hogyha ezt a látást valaki nem akarja, akkor nem akar ébredni, nem akar fejlődni, tehát több szenvedés kell ahhoz, hogy a következő lépcsőfokra eljusson. Ezt abból veszed észre, hogy az emberek ismételnek, holott tudják, hogy helytelen. Megismétlik újra és újra, és újra a rossz karmát, a szenvedéshez, boldogtalansághoz, pusztuláshoz vezető karmát, mert nem hajlandók alternatívát találni, és ezt hívom szándékos nemlátásnak. Az ébredés útjának az elutasítása az nem valaki felésértés, az önmagad felésértés. A buddha természetet felésértés, mert tudod, hogy láthatnál, de nem akarsz, mert nehéz kinyitni a szemedet, tehát azt választod, hogy vak maradsz. És ennek a legjobb példája egy mostani műalkotás, tessék megnézni a Ne nézz fel című filmet. Mert ez gyönyörűen a mostani audiovizuális kultúra tömegesen elérhető eszközeivel világosan megmutatja, hogy mi emberiség, ha így a 8 milliárdot statisztikailag egybeveszed, hogy viselkedünk. Tehát ezért érdemes fejlődni, de ezt rajtad kívül senki nem teheti meg. Ezt a döntést rajtad kívül senki nem hozhatja meg, hogy te egy világosabb, jobban látó, megszabaduló és megszabadítóbb tudattal szeretnél élni. Mert ahogy hallottad, kikényszerített butha nincs. Csak a szabadon úton járók érik be, érnek be a célba. Ezeket hívják beérkezetteknek nagyon örültem annak, hogy a pofon szó, szóba jött, nagyon kapcsolódok ehhez, hogy sok esetben vágyok rá. Hogy mint én a szenvedésre azért vágynék, hogy már érezzek valamit. És kellően bűntudatot is kelt benned, és emögé jól el lehet bújni. Úgyhogy bújjál ki, ne akard a pofont, úgy is jön. Egyéb kérdés? Köszönöm. A zen a mahaján a buddhizmus és a taoizmusnak egy ilyen fúziója, ugye? Egy kis konfucianizmust még vegyél hozzá, és akkor a hármas kosárból így, ami nem a tripitaka ez esetben, de a zen kosara, buddhizmus, taoizmus, konfucianizmus. Ezekből a hozzávalókból van ez a csípős leves szépen kifőzve. Erről a hármasról tudnál beszélni, hogy mivel egészítették ki a Mennyit? Buddhizmust. Tehát... Hát, hát, nagyon Jó, mondom. A buddhizmus megadja a struktúrát amiből most hallottál részletet, amikor a pszichofizikum működéséről beszéltem. A taoizmus megadja a természetközeliséget, az egyszerűséget, azt a misztikumot, azt, hogy a megnevezhetetlen ott van. Amikor azt mondja, hogy az út, mi szóba fogható, nem az örök út. A név, mi kiejthető, nem az örök név. Ezzel megmenti a struktúrát, az értelmet attól, hogy azonosuljon a saját gondolkodásával. A konfucianizmus pedig közösségbe helyezi, társadalmi kontextusba helyezi, hierarhizálja. És ezt a hármat, ha összeteszed, és megfelelő hozzáállással gyakorlod, akkor minden megvan benne. Más hagyományokban is megvan, de ez az amalgám, ez az ötvözet, ez elképesztően szilárdnak bizonyul. Miért? Mert van egy nagyon szilárd külső héjazata, ez a konfucianizmus, van egy lágy, rejtett belső magva, ez a taoizmus, és van egy irány, amiben ez a kard vág, ez a buddhizmus. És a legfejlettebb kardok, legyen az damaszkuszi acél, szamurájkard, vagy az Ulfberg, amit a vikingek 400 évig tudtak csinálni, mind így működik. Egy nagyon erős, világos külső héjazat, egy puhább acélmag belül, és az az irány, amivel, és az a képzettség, amivel használod. Ez a három, ez így működik az ember. Kérdeznék még a költeményről, amit az előbb elszóltál, szóval száz volt valami olyasmi része, hogy a buthák a felső birodalmakban... A felső rakni. birodalmakban vannak a buthák, Alattuk a létesülés hat világa. Ez nekem amúgy is mozgatja a fantáziámat, szerintem sokakért, akik buddhizmussal foglalkoznak, hogy nincsen énünk, de mégis ugye a reinkarnáció valamilyen formában működik. Tehát valahogy egy ilyen személyes valami vándorol. És hogy ez te még ötvöz... van, pohár nincs. Ha fölveszed a poharat, akkor pohárban vagy, mint te. A. Na igen, de hogy a teából van olyan rész, ami csak az enyém. Tehát, hogy azt úgy értem, hogy van egó, meg van közös tudat. De Honnan hogy... került a víz a forralóba? Amiből a te a lett? Ezt meg átvitt értelembe is nehezen. Házi feladat, nem mondom meg. Ez a te kohanod. Honnan került a víz a forralóba, amiből a tea lett? Ezt szépen tedd föl kérdésként, nem fogod tudni, ez kikapcsolja a racionális, duális gondolkodásodat, és eleinte szenvedést fog neked okozni. Ez helyes. Ez egy jó szenvedés. Rendben. Well. <laughs> Tartsd, de nem tudom ott. Semmi több. Sir? Csak egy mondat. Miközben kérdezed, hogy van -e ebbe az egész történetben, ami én, az egész a tiéd csak légy csendbe, széttörik a csésze, és csebben ott van a tenger. Venni, rövidet uh, Én jogát úgy gyakorlok, zenbút, most gyakorlok, Útként, viszont jogát a próbálom a testemet gyógyítani, meg alkalmas állapotba hozni. És hogy így, hogy nem érdekel benne olyan szinten, hogy azért tudom, hogy ez egy szinte életforma, ha az ember komolyan gondolja, hogy mire kell odafigyelnem, vagy milyen fő dolgot emelnél ki, hogy ez még joga legyen, vagy ne erőszakoljon meg úgymond az egész hagyományt. Az a helyzet, hogy ismerek itt a környékemen egy másik embert is, aki ugyanúgy gyakorolja az ászanákat, őt úgy hívják, hogy Csongan Sunim. A különbség lehet, hogy még az, hogy ő amikor csinálja, amit csinál, akkor csak az van. Tehát nem néz tévét közben, nem hallgat madárcsicsergést, hanem amikor egy ászanát csinál akkor abban az ászanában úgy időzik benne, hogy ő az ászana. És addig dolgozik egy ászanán, amíg el nem éri az ászana dzsaját, ami azt jelenti, hogy egy meditációs ülésben legalább három óráig elidőzni, úgyhogy a gondolatod is áll, a tested is áll, laza, de nem peszes, de szilárd. Köszönöm. Az ént tett félre. Az én talent azt is tett félre. Csináld. Én a fiatalkorom elején összeraktam egy elég ö, ilyen merev elképzelés halmazzt arról, hogy mi a baj az emberiséggel, de viszont úgy árasztottam ezt a környezetemre, hogy, ö, hogy volt benne egy olyan gyűlölet a mostani dolgokkal kapcsolatban, hogy inkább csak ártottam vele. És most úgy érzem, hogy az évek során a zen által is elég sokat csendesedett a tudatom, és sokat is tanultam, viszont nem merek megnyílni, azt érzem, mert vagy akár segíteni embereknek, mert, vagy vagy, ha, vagy tanácsot adni, vagy bármi ilyesmi, mert rettegek tőle, hogy valami kárt okozok vele, és ebben szeretném el a segítségeteket kérni, hogy hogy tudnék ezen túllendülni. A vakot nem lehet átvinni a túloldalra, ha ő nem akar átmenni. Az a, az a hit az emberben, ez a sok évtizedes jogaoktatásomnak a tapasztalata, hogy te egyfolytában csak vethetsz, és a vetés engedd meg, hogy nem ebben az életedbe fog kikelni, hanem három élet múlva. Legyél ennyire türelmes, megint ha a szutrákat egyszer elkezdett tanulmányozni, egy nagyon érdekes dologra jössz rá, hogy a szutrák azok nagyon bátran átmennek a születések és halálok határain, és miközben valami fantazmagóriára gondolsz itt előző életekben, az összes életed információja itt van most benne a kauzális testedben, és ahogy fogsz majd fejlődni a zen útján, vagy a joga útján, amikor megérsz rá, akkor ezek ki fognak kelni. Tehát legyél annyira bátor, hogy ne ennek a bögrének az élettartamát figyeld, a jelenlegi testedét, hanem Próbáld meg elfogadni azt, hogy ez több életre kiterjedő dolog. Az emberiségre visszatérően minnyájunkban ott van egy féltés, hiszen féltjük a szeretteinket, féltjük a jövőnket, féltjük az anyaföldet, féltjük az egész természetet, és látjuk, hogy mennyire tematizálnak bennünket. Amikor, mit tudom én, COVID van, akkor mindenki arra tematizálódik. Amikor jön a háború, akkor mindenki a háborúra tehet tematizálódik. Amikor jön a zöldesítés, akkor mindenki arra tematizálódik. És mivel te egy felébredő fiatal ember vagy, neked egyetlen egy jó dolgot tudsz csinálni, azt, hogy önmagadon dolgozol, önmagad változol egy olyan lényé, akire már majd oda fognak figyelni, akinél, akinél látják, hogy egy önálló fény, autonóm fényforrássá válsz, és a fényedet, ahogy buddha tanítja, önmagatokból merítsetek fényt, és ahogy fogsz növekedni, ahogy spirituálisan fejlődsz, körülötted lesznek azok, akik már oda fognak figyelni rád. Köszönöm. Mi ez? Nem tudom. Ezt kell tartani. Ez kitisztítja a karmádat, ez a nem tudom, kitisztítja az összes téves nézetet, kitisztítja a hamis önképet, és ez a mi ez, nem tudom, ez a ki vagyok énre egy választ fog szolgáltatni, és akkor mindez, amit hallottál, hitelbe. Az majd megvalósul. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a véleményetek a vonzásról. Szerintetek azért történik, mert hiszünk benne, hogy ha vonzuk, azért történik meg, vagy egy teljesen más dologról van szó? Nagyon aranyos a kérdés. Tulajdonképpen ha nézd meg, nézd meg magát a, a szenvedéseknek a lépcsőit. Az első szenvedés, ezt ma már mondtuk, a tudatlanság. A második szenvedés az önzés azért vagyok önző, mert még nem hiszem el, hogy egy vagyok a mindenséggel. És az önzőségemből fakad a következő szenvedésem, a vonzás és a taszítás. Azért szeretném egy picikét mindenkinek megvilágítani a vonzással kapcsolatos gondolataimat, hogy amikor azt hiszi az ember, hogy bevonzott valamit, és ezt azonnal onnan el tudom távolítani, soha ne feledjük el, hogy a tudatunknak 5-10 a tudatos. A többi, a 90 az a tudat alatti vagy tudattalan. Na most az egész buddhizmus és az egész jogának az a csodája, hogy a mestereink annyit tanultak évezredeken keresztül, hogy megtanulták azt is, hogy a tudatalattit hogyan uraljad, hogyan tegyed a tudattalant és a tudatalatti tudatossá. És ha ezt megteszed, akkor nem fogsz állandóan a vonzás és a taszítás birodalmában élni, és még egy szó a bevonzott dolgokról, mindannyiunknak van egy életfilmje, ezt úgy hívják, hogy prárabda karma. Te nem véletlenül születtél, abba a családban nem véletlenül történnek azok a dolgok, amik történnek veled, és az önfejlődésed útján egyet tehetsz, nézed a saját mozidat, és megpróbálsz éntelenként válaszolni azokra a kihívásokra, hogy ez az élet mozi lemenjen amíg ben vagy a vonzás és a taszítás birodalmában, amíg a múltban és a jelenben töltöd az idődet, addig nagyon nehéz a fejlődés. A legszebb dolog az, amit én se tudok még megcsinálni, hogy 24 órában ott menni azon a mesdjén, ahol a jövő átfolyik múltá. Annélkül, hogy feltétlenül én szeretném irányítani, hanem elfogadom azt, amit a mi Atyánk is mond, legyen meg a Te akaratod. Köszönöm. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem az. Most hallottad a jövő jelenbe és múltba való átmenetelét, ha a pillanatod csak akkora, mint a homokórán az a kis keskeny, nagyon keskeny üvegnyak, ahol a jövő átfolyik múltá, akkor nagyon kevéssé tudod szabályozni a vonzást és a taszítást. Miben hiszel, mit akarsz, és mi az, amit vonzol és taszítol? Nézd meg ezt a hármat, hogy ez hogy függ össze. Ez a karma, amiről a Mestertől is hallottál, ez úgy működik, mint egy bumeráng. Eldobod, pár másodperc visszaér hozzád. De nem mindegyik karma ér vissza hozzád úgy, hogy erről tudsz. Hogy emlékszel még. Eldobod, megkerüli Budapestet, és visszaér hozzád, és jó, hát ez fél óra volt. Van úgy, hogy megkerüli az egész földet, az több nap. És van, amikor úgy dobod el, hogy egy élet múlva ér vissza hozzád. Tehát, hogy hiszed, vonzod, nézd meg, hogy most mit akarsz, és hogy hogyan válaszol erre a vonzás és taszítás. Ezért mondta a mester, zemmester, tartsd az irányt. Tartsd az irányt. Ébredj föl és szabadíts meg minden lét a szenvedéstől, ezáltal magadat is. És hogyha ez a bumerángos hasonlat esetleg nem jutna eszedbe, hogy a vonzás és taszítás hogy működik, hogy ebből hogy lehet szenvedés vagy boldogságot csinálni, majd a párkapcsolat megtanítja. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Miért van az, hogy viszonylag hosszú ideig az életünkben elég léha életet éltünk, és nem történt velünk szinte semmi? Felkeltünk, eltelt a nap, és, és nem volt semmilyen különös dolog, ami történt volna, és amikor elkezdünk tudatot tisztítani, meg próbálunk helyes életre törekedni, meg ilyenek, így rögtön ilyen ezrével zúdulnak, Ránk, a dolgok. Ugyan. És egyszerűen csak Ugyan. így nézünk, mint borjú az új kapura, hogy most mit csináljunk. Hát gondolj bele, hogy van biciklid, kerékpárod. Igen. És kérdezd meg magadtól, hogy mikor a Jánoshegyről elindulsz lefelé, vagy a Norma-fától, nagyon nehéz az a kerékpározás? Lefelé? Nem. És amikor elindulsz fölfelé, ne feledd el, hogy amikor elindulsz az önfejlődés útján, akkor hirtelen az egész életedet egy átrendezés, egy nagy takarítás alatt van. És ahogy itt a kollega is mesélt, hogy mennyi problémája jött, amikor elkezdte a szádon az önfejlődést, ez egy teljesen természetes dolog. Gondolj bele, nálam is kérdezték, hogy Gondolj bele például, valaki elmegy otthon egy nagy takarítás kellős közepére is. Látja, hogy mekkora rendetlenség van a házadban a takarítás idején. Előtte meg egy viszonylagos rend volt. És akkor azt mondja, na érdemes volt elkezdeni takarítani? Nézd meg, micsoda szemét dombon élsz. Ilyenkor nem tudsz más mondani. Azt nézd majd meg, amikor kitakarítottuk a házat, gyere el akkor vendégségbe. Mert ez, amit most mondtál, elkezdett fölfelé tekerni a kerékpárt, és ez átalakulásokat hoz benne. És utána két hét múlva mond meg, nézd meg, milyen jó izmaim vannak, nézd meg, milyen jó érzem magam, kevesebbet kell lenni, jobban nézek ki, mindenki a ragyogó aurámért szeret, mert elkezdtél fölfelé tekerni. Amikor a helyes úton jársz, az összes démonod szembe jön. Ha a helytelen úton jársz, arra mész, amerre a démonaid. Egyébként kérdés? A repülőgépes hasonlat kapcsán lenne kérdésem mind a kettőtökhöz. Honnan tudjuk, hogy mi az a gyakorlás, amikor el is emelkedik a repülőgép, de nem zuhanunk le utána? Hát eddig sikerült. Én nekem, mint mondtam, 12.342-szeres sikerült, de a spirituális út, úton... Azt javaslom, hogy ha van kedvet hozzáolvasni, küldhetek neked anyagot is hozzá, nagyon szívesen teszem ezt. Egy csomó mentális probléma van, amivel küzdünk. És a mentális problémáinknak egy eredője van, azaz, bocsánat, egy megoldása van ezt a Jógaszutrákban a 30. szutra hordoz egy csomó akadályt, ami ott van előtted az úton, ezek közé tartoznak a betegségek például. Ezek közé tartoznak, hogy elértél a jogában egy szintet, és képtelen vagy megtartani, holott már mindenki mondta, milyen jó alakod van, milyen sokáig ki tudod tartani, már elkezdted a pranájámát idáig vinni, és egy, egy idő után észreveszed, hogy visszaestél, visszaestél az úton, stagnálsz, majd egyszer előfordul az is, hogy a joga eltűnik az életedből. És ilyenkor a 32. szutrát, első fejezet 32. szutrát vedd, az összes mentális zavarnak egy gyógymódja van, a meditáció. Akkor a repülőgép végig megmarad a levegőben a tévedés jogát föntartva, mert ezért a pilótánk mellettem ül. Egy repülőgépnek alapvetően kettő darab nagyon fontos műszercsoportja van. Az egyik, ami az üzemanyagot menedzseli, a másik, ami az irányt. És van még egy rakás, azokra mind szükség van. De az út az irányból és energiából áll. Ha a repülőgépet kifogy az üzemanyagból, vagy pedig rossz helyre irányítod, biztos, hogy lezuhan. Hogyan nem fogysz ki a meditáció motivációjából? Úgy, hogy nem csak a saját szenvedésedből dolgozol. Teljesen természetes, hogy az elején a saját problémánkat próbáljuk meg megoldani, aztán rájövünk arra, hogy milyen elképesztően össze vagyunk drótozva a négy karmikus osztályban más emberekkel, illetve a saját tudattalanunkban elraktározott információkkal, és akkor a puszta én problémája az megszűnik az énnek lenni, hanem egy folyamattá átalakul, ahol problémák oldódnak meg általad is, mások által is. Ez viszont kifogyhatatlan. Olyan üzemanyag van, mint egy légi utántöltés folyamatosan. Miért? Ezen a Földön érdekes módon mindig több szenvedést tapasztaltunk, mint megszabadulást, megváltást, megigazulást, felébredést. Ez biztos. Különben nem tartanánk itt. Tehát üzemanyagból, hogyha nem pusztán a saját problémádat akarod megoldani, mindig lesz. A másik irány, ugye, van az a gyönyörű szép műhorizont, alul barna, fölül kék. Amíg a kékben van, addig nem zuhantál le. Ennyire egyszerű. Tehát amíg a meghaladó bölcsességet teszed föl, és nem valami érzékszervi tapasztalással azonosulsz, és nem állsz bele a földbe, addig a levegőben maradsz. Ezt kell tartani. Tehát folyamatosan visszatérni a meghaladó bölcsesség irányába és egy év válni úgy, hogy az érzékszervi és az érzékszerv fölötti ugyanazt a törvényt követi. Ezt föl kell ismerni. Ezt hívják darmának. Akkor fölismered a törvényt, akkor tudod irányítani igazán a repülőgépedet. És akkor mindig a horizonton a báva görbéd ott marad, hogy nem csüggetsz el, nem vallasz kudarcot, nem zuhansz kétségbe. A saját kétségeid azok, amelyek szétrázzák a géptörzset, és mindenki esik belőle. Tehát tessék az irányt tartani, tessék a motivációt megtartani, autonóm módon, a szenvedés kifogyhatatlan, a meghaladó bölcsesség pedig mindig elérhető, mindig följe tudott húzni a géporrát. Ezt kívánom. Valóban Lezuhanunk? Tehát, hogy én azt érzem, hogy soha nem zuhanunk le, mindig van lehetőség arra, hogy újra felszálljunk, és hogy lehet, hogy nagyobb erőbedobással, de végig csináljuk. Nekem most ugye az elmúlt időszak, elmúlt egy évben nagyon sokszor volt, illetve volt egy halál élményem is, és ilyenkor az illúziók lebomlanak teljesen. És azt tapasztaltam meg, hogy a nulláról fölépíteni magát az embernek, újra el megtanulni járni, nagyon nehéz. És amikor az ember azt mondja, hogy ma nem akarom ezt csinálni, akkor holnap még rosszabban tud menni. Viszont ha holnap azt mondom, hogy nem, ez én élni akarok, és minden egyes alkalommal azt mondom, hogy élni akarok, és ugyanígy állok hozzá a megvilágosodáshoz, és illetve a jóga gyakorlásához, hogy minden egyes cselekedetemmel igenlem a gyakorlást, akkor el fogok oda jutni. Még akkor is, hogy ha esetleg előtte a földbe álltam. Az a helyzet, hogy ismerjük egymást egy pár éve. Valamikor a jogát ilyen lazán csináltad, hol eltűntél, hol megjelentél. Most mit látok? Kaptál egy akkora csapást a sorstól, amiből lebénult az egyik oldalad, amibe más lehet, hogy akár bele is pusztulhatott volna. És régen teli voltál életerővel, intézted, szervezted a dolgokat, hol itt voltál, hol ott voltál, és most mi történt? Sokkal nehezebb helyzetbe vagy, és minden hajnalban ott vagy velünk a meditáción, mert megkaptad azt a fülest, amit nem tudom, hogy meg lehetett volna előzni, de Valószínűleg ez a füles adott neked egy akkora lökést, hogy példájává válsz nagyon sok embernek, akaraterőből, kitartásból, és ha még egy mondatot hozzáte hozzátehetek, ez az élni akarás című történet: nem tudsz meghalni. Nem tudsz meghalni, mert ami egyszer élt, az örökre élni fog. Ez az egésznek a titka, hogy a fizikai tested, az enyém is, meg a tied is egyszer el fog menni. De maga a lét az örök. És ez borzasztóan fontos, hogy rosszul gondoljuk az életbe, mert azt szoktuk mondani, hogy élet és halál, ez a két ellentét. Ez a legnagyobb tévedésünk. Élet örök születés van és halál. Ez a két sarokpont, az élet viszont megmarad. És minél magasabb szinten fejezed be, onnan fogod folytatni tovább. Utolsó kérdés, tese. A barátnőmmel, az unokatestvéremmel és a gyerekkori legjobb barátommal lakok együtt. Mindennyiuk életére én voltam a legnagyobb hatás gyakorló ember minden értelemben, és ennek a csoportnak, amit mi alkotunk, most én vagyok úgymond a vezetője, szintén minden értelemben. És ahogy gyakorlok, és tisztulok, és próbálom a saját egómat leépíteni, Szóni sokat beszéltél erről, hogy nincsen olyan jelölt tanítás, meg olyan jelölt guruság, meg ilyesmi, a saját érdemtelenségemmel ö, szembesülök. Folyamatosan, és abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan kezeljem ezt úgy, hogy a belém vetett bizalmat, azt ne áruljam el, és ne térjek ki a kívások elől, de viszont ne is okozzak kárt. Miben segíthetek? Ez a kérdés az, ami a vezetői énséget kellő szinten leépíti, de a képességeit megtartja. Tehát, hogyha másokat szolgálsz a vezetői karmáddal, akkor ez helyes irányba vihet téged és azokat is, akiket vezetsz. Itt viszont meg kell különböztetni az úgynevezett karmikus vezetői helyzetet, például a családfő, vagy egy családi rokoni csoportnak a vezető szerepe. Hát itt nem kell külön tanfolyamot elvégezni ehhez, mert a sorsod, azaz a csoportkarmád, családi karmád úgy adta, hogy te lettél az alfa és ez rendben van, amíg ezzel mindenki egyetért. Hirtelen ott találod magadat ebben a szerepben, és ha ez nem egy kierőszakolt dolog, hanem egy egyoldalú, nem egy diktatórikus dolog, hanem tényleg konszenzuson alapul, akkor ezt a szerepet te a tudatod minőségének a függvényében fogod ellátni. Amilyen tiszta a tudatod, olyan jó vezető leszel. Ha beleviszed az egoitásod problémáit, az hirtelen mindenkinek probléma lesz, Fordítva, hogyha a veled való kapcsolatban szinte mindenkinek hasonló problémája van veled, annak a gyökere tényleg benned van. És ugrunk a csoportra, a csoport az egy szerződéses, konszenzusos, alapú dolog, és ott viszont el kell végezni egy tanfolyamot, vagy kettőt. Ott érdemes gyakorolni, ott nem lehet önjelölt tanítónak lenni, különösen nem egy hagyomány képviseletében, egyszer csak fogják, és azt mondják, hogy micsoda, Elvégezted? Megvan a jogosultságod? Felhatalmazott téged erre valaki? Bum! És nem a mester. A mester, nem foglalkozik, vagy ki vagy te, nem vagy a tanítványa, nem fogja megmondani, hogy vigyázz, nyugodtan enged a falnak menni. Tehát az önjelölt tanítók mindig a saját falukba mennek bele, ha sikeresek, akkor azért, ha sikertelenek, akkor azért. Nincs meg a hagyomány vonalnak az a fajta átadása, amely középen tartaná őket, és megtanulnák azt, hogyha a karmájuk csoport, illetve családi szinten az, hogy fölemelje őket, annál mélyebbre kell hajolni. Minél magasabbra emelnek, annál több alázat kell ahhoz, hogy te ember tudj maradni ebben a pozícióban, és nem valami rusnya nagy vezetői önkép, amely az akaratát az infrastruktúra segítségével ráerőlteti a körülötte lévőkre, a távolabbjakra, és ha akarná, az egész világra. Úgyhogy a középút itt a legnagyobb tanítás. És az a képződés, amely az úton tényleg lekoptatja rólad a kérget, és akit te valójában vagy, azt hozza a felszíne, nem azt, aminek hiszed magad, nem azt, aki, mit remélsz, és nem amit félsz, hanem az, aki tényleg vagy, és így átalakulsz az úton. Ekkor észre sem veszed a nyerességet és a vesztességet, mert hogyha éppen nem lennél már ebben a pozícióban, nem változna az életelményed, Nem változna az én élményed. Mert nem ragaszkodsz hozzá, és nem azonosulsz vele. Hát ezért nézzük meg a történelmünket. Voltak villanyszerelők, akik egy szakszervezeti tagság után szakszervezeti vezetők lettek, majd egy országnak az elnöke, és amikor lezajlott az átmenet, visszamentek villanyszerelőnek. Tessék, utána nézni. Okay. Tehát nagyon fontos, hogy te az irányodat megtartva helyesen gyakorold a karmádat. Ekkor érzi azt mindenki, hogy segítesz nekik. És az alázat forrása nem pusztán az, hogy minél kisebbre akarod összehúzni magadat, hanem az, hogy mi, miben segíthetek. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm a kedves szanga jelenlétét, Omkára Veres Andrásnak a megtisztelő meghívást. A Sivánanda Központ minden tagjának azt, hogy ez a hely létezik, és remélhetőleg évtizedekig, évszázadokig tovább létezik, hogy mindannyian együtt haladhassunk a felébredés útján, választjuk akár a jogát, akár a zent, és megszabadíthassunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm. Köszönjük szépen minnyájatoknak, Csonganszunim mesternek, hogy már sokatszor a vendégünk lehet és köszönöm azt is, hogy meghívtatok bennünket június 8-ára. Kezdjétek el már most gyűjteni a kérdéseket, hogy minél értékesebb lehessen a június 8-ai találkozó is, majd befejezésképpen a Mahámri Jaya mantrát fogjuk elénekelni közösen, ha a kamerát kikapcsoltuk. Köszönjük szépen!